Sziasztok, gyerekek! A héten a Maroshegyi Oviból jelentkezik a kincses láda. Eláruljátok nekünk, hogy melyik csoportban vagyunk most? Igen? A Napocska csoport. A Napocska csoport, és szerettek ide járni? Igen. És mivel készültetek nekünk? Mondja, te vagy a bátor? Mesével? Igen? Igen. És ki mondja meg, hogy mi volt a mese címe? Tücsök és a hangya. A tücsök és a hangya. Akkor azt javaslom, hogy nézzük meg a tücsök és a hangya történetét. Eljött a mese ideje megint. Meggyújtjuk a mesegyertyánkat. Szeretett Macink is figyel bennünket, nézzétek csak. Ő is nagyon szereti ma meghallgatni ezt a szép mesét, amikor mesélünk. Gyű, már villágít is. Nézzétek csak, hogy lebeg a lángja ennek a gyönyörűnek. Látod? Maci jó irányba van? Hallani fogja? Látni fogja a mesét szerintetek? Megsimogatjuk, jó? Gyere, Olivier, simogass meg, légy szíves, hogy jó kedve legyen ma, jó? Tudod, őt mindig szeretgetnünk kell, mert ő is nagyon szeret bennünket. Ő a csoport kedvence. Köszönöm szépen. Van nekem itt egy meglepetésem, csiribú-csiribút csináltam reggel, és átvarázsoltam valamit oda a lilla háta mögé. Ide varázsoltunk a Hajni nénivel egy hatalmas levelet, ide egy gyönyörű zöld bokrot, hátam mögé pedig gyönyörű őszi színek. És van itt még egy meglepetés, csukjátok csak be a szemeteket egy pillanatra. Amira is nagyon okos, hogy te is ezt szeretnél. Tücsök és a hangya! Tücsök és a hangya! A tücsök és a hangya! Figyelj csak ide rám! Akkor most készítsük elő a meséhez. Mindenki készítse elő a jelmezét, jó? Öltözzetek fel, és itt várnak benneteket. Kezdhetem a mesét mindenkinek. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyönyörű, virágos rét. Ezen a réten nagyon sok kis állat élt. Gyönyörű, szép rétükön rengeteg virág volt, ott repkedtek a pillangók, csak hogy egyre hűvösebb lett. Nyár végén voltunk már. A nyári napocska utolsó sugaraival felébresztette egy szép nap reggelén a csodálatos szárnyú pillangókat, akik vidáman repkedtek a réten.
szárnyaikat kinyújtották, sütkéreztek a napsütésben. Amikor megéheztek, jól belokmároztak, nagyon sok mindent találtak még a földön. Amikor telerakták a pocakjukat, visszarepültek, s repültek kedvenc virágfelékre. A napocska utána felébredt a suszogó sűnikébe. A sűnik szúszóba keresték a finom ennivalókat a földön. Ők is jól belakmároztak, amikor telerakták a pocakjukat, alig tudtak lassan visszamászni a gyönyörű zöld bokruk alá. Úgy tele volt a hasuk. Ott aztán elpihentek. A napocska utána katicabogarakat ébresztette fel. A katicabogarak is kinyújtották gyönyörű szárnyaikat. Repültek, repültek a rét felett. Vidáman kergetőztek, majd megkeresték az ennivalójukat. Ők is jól belakmároztak, és visszarepeltek kedvenc fűszáluk tetejére. Ott megpihentek. A napocska legutoljára a kis hangyákat ébresztette fel. Kibújtak a hangyabolyból, és szorgalmasan gyűjtögetni kezdtek. Egész nyáron dolgoztak, járták a réteg, keresték a finom ennivalókat. Amikor teleszették a kosaraikat, visszamentek a hangyabolyba, és berakták az éléskamrába. A napocska utoljára a tücsköt ébresztette fel. A tücsök bizony egész nyáron csak hegedült, húztán, ótán. Nem dolgozott, nem gyűjtögetett, csak muzsikált, muzsikált. A hangya megelégelte a dolgot, és azt mondta neki. Tücsök, ne csak muzsikálj, hamarosan itt a tél. Gyűjts ennivalót! Ugyan, van itt sok elség a földön, minek dolgozzak? Hallgass rám, tücsök! Éhes leszel a télen! Ugyan! Mondta a tücsök, a hangya pedig visszabújt, de nagyon szomorú volt, hogy nem tudta meggyőzni a tücsköt. A tücsök meg csak muzsikált, amikor elunta magát, elment ő is ennivalót keresni. Sok mindent fölcsipegetett, sok minden ennivaló volt még a mezőn. Amikor telerakta a pocakját, visszabújt a hatalmas lapulevél alá, ami az otthona volt, és elszundított. Egy szép napon hatalmas nagy sötét felhők gyülekeztek az égen, és egyre jobban fújt a szél. A napocskának már nem volt olyan ereje, mint régen. Sokkal gyengébben sütött. A kisállatok érezték, hogy hamarosan itt az ősz. Nagyon szomorúak voltak. Gondolták, hamarosan aludni kell térniük. Legelőször gyenge fényű napocska a kis pillangókat küldte el, hogy gyorsan falatozzanak még, mielőtt beáll az ősz, és utána a tél. A szárnyaikkal alig tudtak repülni a szélben, nagyon erősen fújta őket. Néhány magocskát és ennivalót találtak még a mezőn. A virágporokat is össze tudták még szedni, de aztán elvonultak és elrepültek a kedvenc déli szállásukra, az egyik nagy fa kérgébe bújtak. Utána a katicabogarak próbáltak megküzdeni a nagy széllel, alig tudtak repülni. Az őszárnyaikat is nagyon-nagyon fújta az erős őszi szél. Bizony, nagyon keservesen találtak ennivalót maguknak. Amit találtak, gyorsan felszedegették,
pocakjukba tették, majd elrepültek ők is a kedvenc fájukhoz, és elbújtak a fa térdébe. Ott várták ki a tavaszt. És a szél egyre jobban fújt, már a fa leveretét is lefújta a fákról. Fújta sok gyönyörű aranyló és barna fa levele. Addig fújta őket, amíg alig maradt a fákon fa levél. Akkor a napocska így gyorsan elősimogatta, előcsalogatta a hangyákat, hogy még egy kis ereséget tudjanak térelőt gyűjteni. A hangyák szorgalmasan keresgéltek. Amikor megtalálták az ereséget, visszavitték, és elbújtak a hangyabolyba. A sündisznók bizony még nagyon éhesek voltak, így aztán kénytelenek voltak ők is körülnézni, de a szél egyre jobban fújt, és még a maradék fa leveleket is lefújta. Sőt, az utolsó pillanatban indultak el, és gyűjtöttek maguknak egy kis fa levelet, hogy legyen mivel betakarózniuk télre. Amikor megtalálták a fa leveleket, visszamentek, és magukra takarták a fa leveleket. Jó meleg szállást készítettek maguknak. Már az ő bokrukon is színesedtek a levelek. El is aludtak. Éjjálomba szundikáltak. És akkor képzeljétek el, mi történt. A napocska egy szép napon elbújt, és helyette hatalmas, nagy, fehér felhő érkezett. Ez a fehér felhő sok-sok havat tartott magában. Először betakarta azt a fát, ahol a kis pillangók aludtak, aztán betakarta a sündisznók bokrát is, betakarta a katica bogarakét is, majd a hangyabolyra is ráborult a sok hó, és még a tücsöknek a levelére is ráment a hó. Az egész földet betakarta. Amikor a tücsök felébredt, úgy elgémberedtek az ujjai, hogy kiejtette a hegedűjét a kezéből. Hiába nézett körül a földön, sehol nem talált ennivalót. Borzongott, fázott, próbálta csiszolni a kis csápjait, a lábacskáit, de nagyon fázott. Kereste az ereséget, de sehol nem találta. Betakarta a hót. Nagyon szomorú volt, és elhatározta, hogy segítséget kér a hangyáktól. Be is kopogtatott hozzájuk. A kis hangya kibújt, és megkérdezte tőle. Tücsök, mit keresel itt? Segíts rajtam, éhezem, fázom. Egész nyáron muzsikáltál, kinevettél, pedig én mondtam, hogy gyűjts ennivalót. Segíts. Nem segítek. Mondta a hangya mérgesen, és a tücsök bánatosan dideregve járta a mezőt. Sehol nem talált ennivalót, egyre jobban átfázott. Fázott a keze, fázott a feje. Már a csápja is alig tudott menni a nagy, erős téli szélben. A hangya megsajnálta, és utána kiabált. Tücsök! Na nem bánom, lakhat velünk. Mondta és befogadta őt is a hangyabolyba. A télen tücsöknek már nem volt mitől félnie. Sok finom ennivaló gyűjtött hangyácskák megkínálták az ennivalóval. Meleg is volt, mert a hangyabolyba mindig jó meleg van. A kis hangyák nagyon kedvesek voltak hozzá. És egy szép napon, mikor elrepültek a téli felhők, a napocska előbújt, és elolvasztotta az összes havat. Vidám kis madarak érkeztek,
s csicseregni kezdtek, ők köszöntötték a tavaszt. A tavaszi napsugár felmelegítette a pillangók szárnyát, akik vidáman, boldogan repkedtek körbe-körbe a mezőn. Most már nem kellett nekik éhezni, találtak ennivalót. Lelesztáltak egy kis virág fejére, és jól belakmároztak. Aztán megmozgatták elgémberedett szárnyaikat, még egy földre küldtek, és leültek a kedvenc virág fejükre. Nekik már tele volt a pocakjuk, hanem felébredtek a szuszogó sűrűsznók is. Vidáman szimatoltak, érezték, hogy finom, friss tavaszillat van. Ők is találtak ennivalót. Jól telerakták éhes pocakjukat, és visszamentek szundítani egyet a kedvenc bogaruk alá. A katica bogarak már alig várták, hogy a napocska kisüssön, és erős sugaraival fölmelegítse az átfázott szárnyaikat. Repültek, repültek, jól kinyújtoztatták elgémberedett tagjaikat. Nagyon sok finom ennivalót találtak ők is a földön. Felcsipegették, felszedegették, és amikor megették a sok ennivalót, visszarepültek kedvenc fűszáraikra. Utoljára a napocska a hangyabolyt melegítette. Kis hangyák is megérezték, hogy itt a jó idő. Előbújtak a hangyabolyból, és már is szorgalmasan gyűjtögetni kezdték a következő térre való ennivalót. Gyűjtögettek, gyűjtögettek. Amikor tereszedték a kosarukat, visszabújtak, és kirakták az elemózsiát a raktárokba. A tücsök is felébredt, és előjött a hangyabolyból. Legnagyobb örömére elolvadt a hó, és megtalálta a helyét. Vidám nótába kezdett a rét közepén. Húzta, húzta. De aztán eszébe jutott, hogy mit mondott a kis hangya. És szorgalmasan gyűjtögetni kezdett ő is téli ennivalóra. Szedte, gyűjtötte a sok finom eleséget. Így úgy gondolta, már többet nem kell neki éhezni a télen. A kis hangya mosolyogva nézte, hogy szót fogadott a tücsök, és nagyon boldog volt. Házasodik a tücsök, szúnyoglányát kéri, csiszek csosszog a tetőn, ász nagy akar lenni. Odaugrik a bolha, főfi akar lenni, mindenféle csúbogár vennég akar lenni. Ilyen ügyesen szerepelt a hangya és a tücsök, most kifújhatjátok el a gyereket. Kedves gyerekek, ennyi fért mai Kincsesláda című műsorunkba, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!